Somália. Like a superstar, filmstar, next Hollywood film. I am the actor, and it's good. She is very, very good, but she need a lot of makeup to make me nice. Középső részt kitöltve valamiféle alakzatban kellene mozogni. Szólni fogunk, el fog indulni a drón. Én úgy gondolom, hogy a bemelegítés mehet ott. A történet tulajdonképpen egy egyszerű ötleten alapult, azon, hogy az energiaital annyi energiát ad, főleg egy fradistának, hogy nem kér és nem ad kegyelmet. Amúgy se energiaital nélkül se, fradi energiaital meg akkor pláne nem. És gyakorlatilag egy elképzelt edzésről szól a történet, ahol olyan hatással van az egyébként is erőtől duzzadó fiúkra az energiaital, hogy nem csak egymásnak, de a környezetüknek se adnak kegyelmet. Minden lövés hálószaggató, minden fejelés, minden ütközés végzetes a másikra nézve. A slusszpoén pedig az, hogy mindennek a hátterében Thomas Doll az edző áll, aki így is megpróbálja tüzelni a fiúkat. Igen, edzés jelenetet kellett leimintálnunk. Az az igazság, hogy elég hosszúra sikeredett. Nem vagyok valami jó alany, szerintem színész. Sose akartam menni igazából, úgyhogy maradok inkább a futballnál. Született egy koncepció a reklámfilmre, és a kreatívok az némileg azért megjelenésében eltérnek ettől ugye a formai adottságok miatt, és azt nekem össze kellett hozni ezzel a reklámfilmmel, tehát a koncepciót azt hozzáigazítani. Megálmodja az ember, utána a helyszínre kimegyünk, fotóssal egyeztetünk, és hát elég sok fotósok meg utómunka szükséges most a koncepció miatt. Rajtunk múlik maga az alapanyag, rajtunk múlik az, hogy minden egyes részlet, amiből dolgozunk, így jobban lehet kihozni, szerintem ezt így jobban is élvezi az ember, amikor mindent maga csinálhat. Itt látható maga a géptest, van rajta egy felfüggesztés, és van rajta egy kamera, egy GoPro. Azért választottuk ezt, mert légi felvételeket akartunk csinálni. Két felvételt készítettünk, az egyiket kintről kezdtük el, a Sastól, mert berepültünk a stadion fölé, a másikat pedig itt a pályán. A drón átmegy egy ilyen hálón, és végigmegy az egész pályán. A pálya végén ott áll Mr. Doll, és tulajdonképpen ő hozzá fog megérkezni. Itt ugye nagyon nehéz a föld fölött végig folyamatos mozgásban tartani a drónt, mert ugye a felhajtó erő miatt bármilyen irányba eltérhet.
tulajdonképpen itt a dolognak a nehézségét az adja, hogy itt folyamatos felvételeket veszünk fel, tehát nem egy-egy másodperceket, hanem hosszú snittek vannak, és tulajdonképpen ezért is egy kihívás, azt gondolom, hogy úgy kistabilizálni a gépet, meg úgy felvenni az anyagot, hogy az tényleg használható és látványos legyen. Ez a reklám félforgatása, jól éreztem magam, jobban, mint a pályán. Bízom benne, hogy... Úgy gondolom, hogy érzi magát mindenki. Hát annyi, hogy itt imitáltuk csak a dolgokat. Csak csináltunk egy gyönyörű párharc jelenetet, ami csak jelenet volt, meszt kellett tépni benne, úgyhogy mondom, csak egy inkább mókának veszük. I think the guys, they make a good job and was very professional from the side, from the film crew and also from our player, the young player also, you know, it's a long evening also, and I think everybody feels a little bit like an actor today. You know, sometimes they ask you, you have to stay still and in the right moment you have to go with your view a little bit higher. So this was for me also very, very new, and you know, I'm not so patient normally, so much patient. I know this is a very, very difficult job. This was very heavy, but you know, I am in a good form, everything is good. Nagyon kedves, nagyon profi emberekkel dolgozhattam együtt. Én úgy gondolom, hogy Thomas Doll egy igazi színész, egy igazi sármőr, élmény volt vele dolgozni. Én úgy gondolom, hogy nehezebben tervezhető vagy kiszámítható a labda útja, mint egy megrajzolt jel egy színész előtt és a színész mozgása. Nagyon sok esetlegesség van benne. Volt, hogy a becsúszásokat 5-6-8-szor föl kellett venni, hogy ott történjenek meg, ahol az élesség van. Én megnézem majd a vágóasztalon, hogy mi lett kész. A zene és a kép együtt majd megmutatja, hogy valami olyasmi jött el a vágóasztalról, mint amit a fejemben látok, vagy láttam akkor, amikor elolvastam a szkriptet, amiből megírtam a rendezői könyvet, és amit leforgattam. A forgatás a stadionban megtörtént, következő helyszínünk pedig a MIGA Film stúdiója, ahol az utómunkák első fázisa zajlik. Gyertek, nézzünk be a kulisszák mögé! A nyersanyagot összevetve a felvett anyaggal a storyboardnak megfelelő hangulatokat kell kimazsolázni, ez a komoly feladata a vágásnak. Ráérezni arra, hogy ami le van írva, azt mutassuk a képen. Itt csináltunk egy timingot, amiben leírtuk, hogy a jelenlegi film hogyan néz ki, hogyan épül, milyen blokkokból, milyen súlyjal van jelen a filmben. Ennek alapján átdolgozom a filmet, és amikor már úgy majdnem tetszik, akkor jönnek a speciális effektek, amik ki vannak találva. Edző személyben visszacsillanó jelenetek, packshotnak a felépítése, hangutó munka, zörejezés, és amikor ez megvan, és minden kész, akkor ülünk le még egyszer és vágjuk újra az egészet. Picit, ha mozgás van a kamera képében, gondoljuk rájönk az legény megmentésére, akkor az feszültséget tud az anyagba vinni. Ez koncepcióvá emelkedett, egyébként már a leíratban is világosra vált, hogy ezt az utat kell vinnünk. Ez a fajta picit mozgós, dinamikus képi világ fog kapni egy nagyon dinamikus, elektromos zörej és trükk rendszer. Úgy gondolom, hogy valahol éreznünk kell azt, hogy ugye mindenen átsöprő erőt fogalmaz meg, akár a csapat, akár az energia utal részéről. Az anyag tenni fog egy körutazást Európában. Először kimegy Berlinbe, majd Londonba, és Londonból visszakerül a vágott anyag.
most kapja meg az anyag majd azokat a trükköket, amelyek a végső formáját fogják jelenteni. Ezt egy londoni stúdióban fogjuk követni. Több mint 30%-át a végtermék emocionális töltetének, vagy minőségének, mondom, ezt is lehet mondani, az a zene teszi hozzá, vagy a zene veszi el belőle. Én úgy gondolom, hogy egy lassabb és egy gyorsabb részből álló, alapvetően egy picit modern punk rock elgondolást tennék alá, kis emberi hanggal, nagyon-nagyon-nagyon nyers gitárszangokkal, és valami elektromos szőnyeggel az egész alatt egy picit cyberpunk vonalban minél el. Én ezt érzem benne nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok erővel és nagyon sok dinamikával. Fradi energiaital. Nincs kegyelem.